Egy tanár fizetése alig több, mint fele a más diplomával rendelkező bérének. Így nem csoda, hogy óriási a pedagógus hiány, mondja Dúró Dóra. A Mi Hazánk elnök helyettese szerint a kormány közben azzal takarózik, hogy Brüsszel nem ad pénzt. Dúró Dórával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én ennek a hírnek az utolsó mondatával kezdeném, amit Szurok András kollégám ismertetett, hogy Brüsszel nem ad pénzt, azért nincs pedagógus béremmel, és mi köze van ehhez Brüsszelnek? Valóban vannak olyan Európai Uniós pénzek, amelyekhez most nem jut hozzá Magyarország, ehhez erről ugye viszonylag sok beszélgetés zajlott a közéletben, de ez az alapelv elfogadhatatlan, és leginkább hiteltelen a magyar kormánytól. Tehát folyamatosan azt halljuk, hogy szabadságharcot folytatnak Brüsszellel szemben. Maga Orbán Viktor olyan kijelentéseket tesz, hogy ne Brüsszel döntsön a mi gyermekeink jövőjéről, ami egyébként alapvetésében helyes. Ehhez képest azt mondják most a pedagógusokról, hogy azért nem tudnak nekik béremelést, fizetésemelést adni, mert Brüsszel visszatartja ezeket a forrásokat. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar kormány saját maga állami forrásból nem is tervezi a tanárok fizetését emelni. De Brüsszel meg miért finanszírozna a magyar pedagógusok bérét? Hát ezeket a forrásokat valóban lehet erre költeni. Ugyanakkor azért az látszik, hogy 2013 óta nem történt emelés a pedagógus bérek vonatkozásában. Ugye Rétvári Bence azt mondta a napirend előtti felszólalásomra adott válaszában, hogy 10%-os emelés kaptak a pedagógusok, de hát könyörgöm, amikor 10% az infláció, vagy még annál is magasabb lehet, akkor ezt nem nevezhetjük emelésnek, és ez nagyon sok tekintetben megmutatkozik. Például a családtámogatások vonatkozásában is a 99 ezer forintos családi adókedvezmény, amit ugye három gyermek után bevezettek még 2011-ben, hogyha az infláció követő lenne, akkor ma annak például 234 ezer forintnak kellene lennie, tehát ez is mutatja, hogy mennyire elértéktelenedett. Például a pedagógus béremelés is, de a családtámogatások egy része. A családtámogatásokról is beszéljünk, mert Novák Előd képviselőtársa a mai ülésen napirend előtt erről beszélt éppen, a családtámogatások elinflálódásáról, és arról, hogy milyen összegeket kellene a kormánynak erre terveznie. Igazából a családtámogatások mely köréről van szó? Például ez, amit említettem, a nyugdíjrendszerhez viszonyítva, hogyha a családtámogatásokat mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy a nyugdíjak azok infláció követők, és ez törvényben van rögzítve. És mi azt javasoltuk, a Mi Hazánk a mai ülésen is, hogy a családtámogatások is legyenek infláció követők, hiszen a gyermekvállalás is egy hosszú távú vállalás a szülők részéről, több évre, évtizedre szól, tehát a kiszámíthatóság az különösen fontos. Ráadásul a Magyar Nemzeti Banknak a kimutatásából is tudjuk, hogy egy három gyermekes édesanya, amikor nyugdíjba megy, átlagosan 20%-kal alacsonyabb nyugdíjat kap, mint a gyermektelen társai, tehát ez is mutatja, hogy egyrészt a munkaerőpiaci boldogulás nagy család mellett az még mindig nehézséget jelent a nőknek, másrésztről szegénységi kockázatot jelent a nagy családnak a vállalása. Hát az is egy régi politikai téma, hogy ezt ki kellene küszöbölni, tehát hogy ne érje hátrány a nőt amiatt, mert gyermeket szült. Így van, holott ez a munkaerőpiacon is világosan kimutatható, és ez utána később persze a nyugdíjrendszerben is megmutatkozik. Tehát, hogyha a kormány ezeket infláció követővé tenné, ezeket a támogatásokat, akkor már előrébb lennénk. A pedagógusok vonatkozásában pedig azt azért látni kell, és fel is olvastam az országgyűlésben egy egyetemet végzett gimnáziumi tanárnak a leveléből egy részletet, aki elmondta, hogy van, hogy azért megy el egy kiállítás megnyitóra, hogy jól lakhasson pogácsával, és van, hogy csak üres rist vagy tésztát tud ebédelni, mert 160 ezer forint a nettó fizetése, abból 120 ezer elmegy a rezsire, és a maradék 40 ezerből kellene minden mást megoldania. Mondjuk az önmagában elképesztő, hogy a bér nagyjából vagy közelítően a fele az ő esetükben annak, ami az átlagos diplomás bér Magyarországon. Így van, a pályakezdők esetében, pont, hogy a fele, és ez is járul hozzá az óriási problémához, ami majd még egyébként most következő években súlyosbodni fog, mert a pedagógusoknak a fele nagyságrendileg 50 év feletti, tehát a következő 10-15 évben fogjuk csak igazán érzékelni a tanárhiányt. Ezt egyébként a szakszervezetek is, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is elismeri, hogy valóban a probléma még csak fokozódni tud, hiszen a jelenlegi pedagógus képzés nem tud annyi pedagógus kibocsátani. Erről még nem kérdezte, mi a vélemény arról, Pintér Sándor belügyminiszterhez került az oktatásügy? Hát
ez egy vicc, úgy gondolom. Tehát az oktatás egy olyan nemzetstratégiai ágazat, amely önálló minisztériumot érdemelne. Abban a helyzetben, amiben most van, abban különösen, de hogyha lennének is más olyan területek, amelyek mondjuk kapcsolódnak logikusan az oktatáshoz, mondjuk a kultúra, a sport, az még érthető lenne, hogy ehhez kapcsolódik. De az, hogy a belügyminiszter kapja meg az egészségügyet, az oktatást, és mellett a klasszikus belügyminisztériumi feladatokat is, az mutatja, hogy a kormány nem is akar mit kezdeni ezzel a területtel, hanem Pintér Sándor személye az, akit megbízott azzal Orbán Viktor, hogy hát oldja meg ezeket a problémákat, vagy leginkább hallgattassa el a tiltakozásokat, hiszen az, hogy egy törvényalkotási bizottsági módosító javaslatban szünteti meg gyakorlatilag a sztrájk jogát a pedagógusoknak egy ilyen helyzetben a kormány, az leginkább mutatja azt a szándékot, hogy itt egyáltalán nincs szó arról, hogy a kormány érdemi lépéseket szeretne. Budaörsi gimnáziumban polgári engedetlenséget jelentettek be. Ez ma csatlakozott a budapesti Kölcsey Ferenc gimnázium tantestületének egy része, valószínűleg ez terjed tovább. Ez az őszi időszakra vonatkozik, nem most, már a tanév végére, meglátjuk, hogy a pedagógusok mire jutnak. Dúra Dóra, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Nézzék meg a híradót, a legfontosabb híreket, aztán pedig megint a gazdasággal folytatjuk itt az Egyenes Beszédben.